Aranyos napok, járdaszakasz felújítása, napelemes pályázatok, kiadványok készítésére lehet pályázni. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunság híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 16-án 18 óra 5 perckor. A karcagi Arany János Általános Iskola 1994. március 2-a óta minden tanévben megrendezi az Aranyos Napok rendezvénysorozatot. Idén rendhagyó módon zajlottak az Aranyos Napok. Erről Szentesini Nánási Tünde igazgatót kérdeztük. Az idei évben olyan programokat szerveztünk az Aranyos Napok keretében, ahol személyesen is találkozhatunk az általunk meghirdetett versenyek résztvevőivel és a felkészítő pedagógusokkal. Három városi versenyünk van. Van egy rajzversenyünk, ezt hagyományos módon otthon készítették el, illetve az iskolákban a gyerekek, és a helyezett rajzok, pályaművek és a többi alkotás is kiállításra került iskolánk aulájában. A városi mese versmondó verseny idén iskolánk könyvtárában van megrendezve, jelen pillanatban is folyik ennek a lebonyolítása. A megnyitó a költő születésnapján volt, ahol Kovács Tíme, a intézményvezető helyettes mondott ünnepi beszédet, melyet egy zenés digitális vetítés követett aranymunkásságáról. Ez az iskola Facebook oldalán most is látható. Az iskola vezetősége és a diák önkormányzat képviselői megkoszorúzták a költőszobrát az aulában. Második éve, hogy a világjárvány miatt a városi versenyeiket rendhagyó módon online szervezték meg. Erre az elmúlt két évben sajnos nem volt lehetőségünk, úgyhogy ebben az évben lelkesen készültünk a megnyitóra is, hiszen az elmúlt években az is a járványügyi helyzet miatt elmaradt, és nagyon boldogan készültek a nyolcadikos tanulóink és a kollégák is arra, hogy személyesen fogadhassuk a iskolánk iránt érdeklődő felnőtteket és gyerekeket. A rajzverseny témája Arany János családi körversének illusztrálása volt. 58 alkotás érkezett a pályázatra. A városi irodalmi verseny is rendhagyó volt. A maximum 4 fős csapatok feladata most labbuk készítése volt saját közösségükben. A témája Arany János élete, vagy egy művének feldolgozása volt. 7 nagyon ötletes pályamű érkezett. A helyezett pályaművek az iskola könyvtárában kerülnek elhelyezésre. Az okleveleket és a díjazottak tárgyjutalmát postán juttatták el az intézményekbe. A toldi erőversenyt is iskolai keretek között saját tanulóikkal bonyolították le. A felsősök 2 korcsoportban mérettették meg magukat. A már hagyományos rúgtartás, kötélmászás és egyéb erősségi számok mellett idén egy akadálypálya is színesítette a programot. Az idei versenyek is maradandó élmény nyújtottak a résztvevőknek, de sajnos több program, mint például az akadályverseny és a közösségépítő találkozások egykori aranyosokkal most is elmaradtak. Bízunk benne, hogy jövőre újra a hagyományos keretek között tarthatják városi szinten az Aranyos Napokat az iskolában. Ezúton tájékoztatjuk nézőinket, hogy a Kórház utcán a Kátai Gábor Kórház és a mentőállomás közötti járdaszakasz felújítási munkálatai megkezdődtek. Köszöntöm nézőnket, dr. Kanász, hogy Lászlóval beszélgetünk itt a mentőállomás előtt, hiszen járdafelújítás kezdődik az önkörzetében is. Mekkora terület újul meg? A önkormányzatunk idei tervei már a januári önkormányzati ülésen körvonalazódtak. Ekkor fogadtuk el a város ezévi gazdálkodását, ami hát nagyon szép végösszeggel, 15 milliárd forintot meghaladó végösszeggel, bevétel és kiadási főösszeggel fogadta el a testület az évi költségvetést. Nagyon sok pályázat újul meg, ez is rekordnak számít. Európai Uniós támogatásokból 16-ot indít el az idén a város, ezeket nyertük el, hazai forrásokból pedig legalább 11 pályázat nyert támogatást, amelyekben hát nagyon sok érdekes új fejlesztés, új beruházás, ugyanakkor hát felújítások, amire ugye a város nagyon rászorul, szennyvízhálózati rendszer, az utak megújítása, és hát persze a járdák felújítása, ezek egyike a
belügyminisztérium által nyújtott támogatásból mintegy 36 millió forint összegben megvalósuló járda felújítási pályázat, ami az idén fog megvalósulni. Ez összesen 10 járdaszakaszt érint a városban, különböző helyeken, elsősorban a belváros területeit érinti. Az egyik szakasz ez, aminél itt állunk. Ez nem első vagy nem új beruházás. 2018-ban már a belügyminisztérium szintén támogatott egy járdafelújítást, aminek a kertvárosi résztől a Kórház utcai lakótelep előtti járdaszakasz már megújult, egy aszfalt burkolattal nagyon szépen járhatóvá tudták tenni ezt a járdaszakaszt. A kórházig terjedő terület felújítása viszont most fog megtörténni, így most már a kertváros, a nagyvénkerti lakótelep lakói a kórházig egy jó minőségű sétánynak megfelelő járdaszakaszt kapnak, és hát a kórház megközelíthetősége, a város buszmegállók megközelíthetősége sokkal jobb lesz, akár kerekesszékes, akár babakocsival közlekedőknek is jól használható lesz ez az útszakasz, már nagyon vártuk ennek a felújítását. Ez mindegy 135 méteres útszakasz lesz, ennek a előkészítése folyik. Hát ugye hideg van, várjuk hogy a naptár legyőzze a telet, még egyelőre ez várat magára, de az út előkészítése, a járda előkészítése már megtörténik, szegély kövek közé, tehát masszív alapokra fog épülni ez a járda, reméljük, hogy nagyon tartós, szép, sétányszerű környezetet kap ezzel ez a lakóterület. Az ön körzetében mi lesz még az a nagyon fontos beruházás, amire régóta várnak és idén elkezdődhet, vagy befejeződhet? Hát a mellettünk balkész fele kezdődő Domjanics utcának az utolsó szakasza, a Kátai Gábor és a Napsugár út közötti rész, az már hogy ennek a burkolása, a járhatóvá tétele. Ez még nem történt meg, de ebben az évben egy szegregáció támogató pályázat keretében végre valahára ez az útszakasz is hát járható lesz, mentők, tűzoltók, személygépjárművek számára elfogadható útviszonyok lesznek is, hát végre valahára. Azt hiszem most már ezzel a fejlesztéssel a körzetemben az összes belterületi út járhatóvá válik. Sikerült egy pályázati lehetőséget a önkormányzatunknak elnyerni, amiben a nagyvénkerti kertváros vízelvezetése, tehát csapadék vízelvezetésének a megtervezése és kivitelezése minden bizonnyal megvalósul. Azt gondolom, akkor ez jó hír az itt lakóknak, és hát tényleg bízunk abban, hogy hamarosan itt a jó idő, akkor ezek a munkálatok elkezdődhetnek. Igen, hát aszfaltozni még nem lehet, de mire odaér ez a munka is, addigra remélhetőleg enged a fagy. Köszönjük szépen! Nagyon köszönöm én is! Még több magyar család kaphat támogatást a napelemes pályázaton. A kormány célja, hogy minél hamarabb, minél több család és háztartás részesülhessen támogatásban, ezért megemeli a lakossági napelemes pályázat első ütemének keretösszegét. Ennek köszönhetően mindenki, aki benyújtott pályázata alapján jogosult, megkapja majd a napelem telepítésére, illetve komplex, megújuló energián alapuló fűtéskorszerűsítésre igényelhető, vissza nem térítendő támogatást, jelentette be a Karcag TV-hez eljutatott közleményben az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Kiemelték, a kormány azon dolgozik, hogy a magyar áramtermelés 90%-a széndioxidmentes legyen 2030-ra. Ez segíti a tavaly ősszel meghirdetett lakossági pályázat is, amelynek segítségével a háztartások környezetszennyező fűtési rendszereit megújuló energiaforráson alapuló modern és környezetkímélő megoldások válthatják ki. Ezzel a háztartások olcsó, saját maguk által termelt áramhoz jutnak, megőrizve és tovább erősítve a rezsicsökkentés eredményeit.
A magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv keretében meghirdetett felhívás a vártnál is nagyobb népszerűségnek örvendett. Ezért a kormány megemelte az első ütem keretösszegét, így minden jogosult pályázó támogatáshoz juthat a közlemény szerint. Ehhez a kormány a hazai költségvetés terhére teljes mértékben előfinanszírozza és biztosítja a szükséges forrásokat a magyar családok számára, annak ellenére, hogy az Európai Bizottság késlekedik a terv elfogadásával, tették hozzá. Emellett meghosszabbodik a projektek megvalósítási határideje. A pályázóknak napelemes rendszer kiépítése esetén fél évvel, illetve fűtés-korszerűsítési beruházás megvalósításakor 8 hónappal több ideje lesz az energetikai fejlesztések megvalósítására. A szállítói előleg igénylésére vonatkozó szabályok egyszerűsítésével pedig csökkennek a kivitelezők adminisztratív terhei, hogy minél előbb megkezdődhessen a nyertes háztartások korszerűsítése. A benyújtott pályázatokról a következő hetekben születik döntés, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A Nagykun Hagyományőrző Társulás pályázati felhívása következik kiadványok támogatására. Pályázati felhívása, a Nagykun Hagyományőrző Társulás pályázati felhívása kiadványok támogatására. A pályázat kiírója a Nagykun Hagyományőrző Társulás. A pályázat célja a nagykunsághoz, a nagykunokhoz kötődő témájú kötetek 2022. évi megjelentetési költségeinek támogatása. A pályázók köre a társult önkormányzatok: Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kétpó, Kisújszállás, Kuncsorba, Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr és Turkebe. Illetékességi területi működő bejegyzett civil szervezetek, továbbá intézmények, magánszemélyek. A pályázati keret összeg 500 ezer forint. Az elnyerhető támogatási összeg maximum 200 ezer forint, de a rendezvény teljes költségének maximum 50%-a. A pályázat benyújtásának, postára adásának határideje 2022. március 29-e. A pályázatok elbírálásának határideje 2022. április 29-e. A pályázat benyújtásának módja az erre a célra készített pályázati adatlapon történhet, amely átvehető a társult önkormányzatok polgármesteri hivatalaiban, vagy letölthető a www.kisújszállás.hu honlapról. A pályázat benyújtásának helye: Kisújszállásváros önkormányzata 5310, Kisújszállás, Szabadságtér 1. A borítékon fel kell tüntetni: NHT pályázat 2022. évi kiadvány támogatására. Áll Karcagvárosi önkormányzat közleményében. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!